Több városban a piacon kötelező maszkot viselni, vagy a szájat és az orrot teljes egészében elfedni kendővel vagy sállal. A vírus elleni eredményes védekezés jegyében hozott rendelkezés az árusokra és a vásárlókra egyaránt érvényes. Az árusok is örülnek a szigorításnak. Én árulok egyébként a piacon, hallom, mindig mondja a bemondó, hogy muszáj. És mit lát, hordják az emberek? Is. Van, aki... Van, aki nem, hát mit, van, aki hordja. Nem jó dolog, de ha ez kell. Az idősek otthonában, szociális intézményekben, kórházakban már korábban elrendelték a látogatási tilalmat, amely visszavonásig érvényes. Többen arra panaszkodnak, hogy így nehezebb vásárolni. Nem örülök neki nagyon, de hát mert ebben melegen van, nem tudom, le kell néha vennem, hogy levegőt kapjam. Dolgozás közben 10 órát nem lehet az embernek a szájának egész nap, és tényleg zavaró levegőt nem kap benne az ember, hát nem tudom. Lehet azért hallani a másikat, hogy mit kér? Lehet, persze, lehet hallani, nincs ezzel gond, hanem ugye a napi 10 órán keresztül nem lehet viselni munka közben az embernek a száján. A maszk viselete önmagában egy óvintézkedés, amely a megelőzés célját szolgálja. A vírus okozta járványhelyzet felhívta a figyelmünket arra, hogy előfordulhatnak az életünkben olyan időszakok, amikor a maszkviselése otthonunk elhagyásakor mindennapjaink elengedhetetlen részévé válik, magunk, szeretteink és embertársaink védelme érdekében. Az, hogy maszkot viselünk, biztonsági érzetet ad. De abban az esetben, ha maszk használata nem szabályos, nem éri el a célját és nem nyújt megfelelő védelmet. Fontos és kikerülhetetlen, hogy nem mi magunk döntsük el, hogyan viseljük a maszkot, hanem hallgassuk meg a szakemberek útmutatóit, és nagyobb eséllyel kerülhető el a fertőzés.